Sziasztok, én Ákos vagyok, ez pedig a TV App című podcast sorozat legújabb adása, amelyben az Aszóka negyedik részéről fogunk beszélni. Ezt még mindig nem tudom, hogy első év a negyedik rész, vagy csak simán negyedik rész, legyen csak negyedik rész. De ennek a címe Fallen Jedi, ami ugye többes szám magyarba, de angolban még mindig nincsen Jedi's, így egy több értelmi címről beszélünk. Itt vannak kollégáim, a Filmbarátok podcastból ismert Gergő. Sziasztok! És itt van velünk Andrá... Ja, nem, hát nincs itt, Gáspár van itt. Hőjé. András még mindig nincs velünk, és lehet, hogy nem is lesz. Úgyhogy bombázzátok, létek. nem, nem mondjunk ilyeneket, Ákos, rá, te nem mondja ilyeneket, de hogy nem. Itt lesz, mert addig fogjuk basszatni, amíg... Véget hm. ér a sorozat. Majd, majd, talán, <laughs> majd talán a filmről beszélünk négy év múlva vele is. De ezen kívül egyébként kíváncsiak vagyunk a véleményetekre az adással kapcsolatban, a részsel kapcsolatban, bármivel kapcsolatban. Írjátok le nyugodtan a YouTube komment szekcióba, amit szeretnétek, nyugodtan tényleg korrigálhatok minket, új észrevételeket írhattok, teorizálhattok, aminek semmi értelme, mint megtudtuk ebben a részben is, tehát de az egy nyugodtan, csak bármit írjat a kommentbe, ezt nagyon szépen köszönjük. És tudtok nekünk e-mailt is írni, a tuneup 314 kuga gmail.com címre, fent vagyunk Facebookon és Xen, facebook.com per Radio Tuneup, Xen et Radio Tuneup néven tudtok minket megtalálni. Gergő, milyen néven tudnak, milyen néven tudnak téged megtalálni? Csabi Gergó a Nick Nave Twitteren. Nem Twitter, X-en. I I X-en, bocsánat. X. X. András is fenn van, bár te kövessétek, mert nincs itt, inkább kövessétek ki, és akkor érezni fogja, hogy igen. ez egy ilyen, ez egy ilyen uh, nyomás. Így <laughs> de, az azért, érezni. de azért szét hashtag uh, András túlaszóka így van. De, még nem tweetek, x-ek, nem tudom, mi még tovább se találtak Ez már poszt, most már. A poszt. Ah, Jó, most már ez hú, de ez kurva eredeti volt, mindegy, nem baj. <spar> Igen, ez az. <spar> <spar> é, osz, egy külön, külön beszélgetés lenne, hogy mennyire. <spar> mindegy. <spar> Igen. nekik <spar> küldtettek az Ed, András Upra, engem az Et aki a tudtak megtalálni az adás hallgatható Soundcloud-on, Spotify-on, Apple podcast en és uh, nem tudom, mit még kell -e csillagozni Apple podcast de azt megköszönjük, ha kell még. Mindenhol, ja, mindenhol, <laughs> minden Spotify-on is azt hiszem már lehet értékelni, úgyhogy ott is legyetek szívesek. Illetve tudtok minket támogatásokat is küldeni a patreon.com per Radio Tune up oldalon, ahol különböző tírek közül válogathattok. És akkor a szók a negyedik rész. Eee, nektek ez milyen élmény volt? Eee, tehát azért sok mindent így latolgattuk, hogy mi fog történni az adás, vagy a adásban a, a, az epizódban. És eee, hát eee, történtek szerintem váratlan dolgok, amik, amikre én legalábbis nem számítottam. Közben meg eee, kb a plotba pont azt történt, amit így elvártam ettől a résztől. Mit gondoltok róla, Gergő? Én őszintén szóval amúgy elégedett voltam ezzel az epizóddal, lehet, hogy elégedettebb, mint az előzőekkel. Uh -huh. Főleg azért, mert nagyon sokat ekésztük ezelőtt a Mendelórient, meg a Bukobból a fettet, amikor próbáltak ilyen más stílusokat, zsánereket, filmeket megidézni, és rendre ö, arcra estek, és jól belevágottak korral egy nagyarak tehén szarba. Tehát kb. ilyen sikerességgel vette eddig ezeket az akadályokat a John Favreau és így viszont úgy, így néztem az epizódot és mondtam, hogy, hogy itt így ilyen szamuráj filmes ha. hangulatot és atmoszférát véltem felfedezni, és működött, és jól állt az egésznek, és így, így azt éreztem, hogy hoppá, most már a Star Wars nem csak mímelni próbál dolgokat, hanem hogy tényleg sikerül. Belenyúlnia, és ez nekem kifejezetten tetszett, hogy, hogy végre így van, egy, van egy szándék a sorozat részéről, és ezt egy kibírja vitelezni. Másrészt pedig, ugye az előző kibeszélőben ott kritizáltam, hogy sok az akció jelenet, túl sok is. Ez is szerint egy jó hosszú akcióját volt szinte, viszont itt nem bántam annyira, mert úgy elkezdett megfogalmazódni benne, hogy van tétje az eseményeknek. Hogy tudod, itt uh -huh. vannak karakterek, akarnak dolgokat, és tényleg volt egy, egy feszültség abban, hogy mit kell elérni. És ugye ketyegett az óra, ugye a szaszpenz is szépen összeállt, és egyértelműen ki volt rakva az asztalra, hogy pontosan itt mit szeretnének, vagy hogy ki mit szeretne elérni. És emiatt én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy tudatosan megírt és jól kivitelezett epizód volt, a rendezés is tetszett. Az, hogy nem volt benne sokkal több minden, az már csak úgy az, az, már csak így a bennem lévő maximalista, hogy akkor már még nem 10 per 10 az epizód, mert ez így egy ilyen stabil 8, 8 és fél pontos epizód volt szerintem kb. de hát ez hogy... mekkora király, tehát így a Mendelor uh -huh. ilyen meg bukovó fettek után, hogy akkor nálad egy ilyen nagyon jó igen. értékelési epizód volt ez. Igen, kíván. igen, igen, és ö, így ugye látta, hogy a Peter Ramsey rendezte, ugye, uh -huh. ő, ugye a társ rendező volt a Spider-Verse-nél, és hát az élő szereplős bemutatkozása a Mandalorian harmadik évadában, hogy az a kalózos epizód volt neki, és az szerintem egy elég fos epizód volt, és nem is látszódott annyira, hogy így a, a direktornak a, a kéznyoma. Itt már egy fokkal amúgy szerintem Igen. így tudatosabban, profiban volt ez szerántva. Úgyhogy tényleg én, én tök elégedett voltam, így tök, tökre élveztem ezt a hát 30 pár percet, amit kaptunk ezen a héten. Igen. Hát igen, tehát a Mandaloriannél azért gondolom John Favreau rettegésbe tartja a rendező brigádot. a kezük ott mindig a kameránál, a csapónál. Igen. Az az epizód annyira jó volt, hogy én nem is emlékszem már rá, tehát én is tudom, hogy azt rendezed, de nem tudom, mi az a rész. Tehát, hogy így kell felejtettem már, hogy, hogy Ö, ö, most ez melyik, melyik ö, fos epizód <laughs> annyira ö, egybefolyt ez a massza, amit Mandalorian-nek hívnak? Hát amikor a, a Kalóz kapitánynak, aki úgy néz ki, mint a David Voldemort. Jones a ha? hajóján van egy ja. ö, ilyen tipikus kalózos kormánykerék nekem ennyire émlik ja, <laughs> mert hogy megnézték a szótárba hogy kalóz a, a képes szótárba és ezt látták és akkor kalóz Pont Aha. úgy néz ki, ahogy elképzeled. Nulla eredetiséggel. Ennyire érjük ja, Amikor volt. megtámadják ezt a hinár ö, kapitányt. Aha. Igen. Ja. Igen. Hát ott ugye azt a, Navaró Navarro bolygót akarták megvédeni talán a hmm. a kis kolóniáját, és akkor Gégül, az volt az a cucc. nem emlékszik Hát figyelek. <hállt> Ezzel figyelek. <hállt> Jó, ja, de te duplán beszélsz róla, nem? Mert aztán ti is csináltak én. Az is igaz. <laughs> Na, azt mondjuk lehet, hogy segít. Szegény Gergő. <laughs> hát ezt ő, ő, baj. Ő vállalja, senki nem kényszeríti. Őt mégis itt van, de ezek téged meg az András, meg rúgdalni kell, hogy a saját podcastetek belészüljétek. És <laughs> Gáspár, ha már ekkora szád, neked hogy tetszett? É, nekem ilyen szó-szó volt ez az epizód, kicsit, kicsit tehát igazából ami, ami történt, az, az vagy ilyen nem túl eredeti volt, vagy nagyon VTF, és egy picit azért elkezdtem megint azon aggódni, hogy itt vagyunk a sorozat felénél, ugye 8, 8 epizódos az évad, lement ebből négy, és hogy mondjuk a, a trónt, aki ugye hát elvileg a főgonosz, bár már lehet, hogy ez csak olyan lesz, mint a a Giancarlo Esposito, hogy az utolsó részben feltűnik, és csúnyán néz a bajszáma. Tehát, hogy még, még sehol nincsen a trón, sehol nincsen semmi, és még az egész, egész felvezetés, és sajnos tényleg egyre jobban azt, azt érzem, hogy igazunk lesz azzal kapcsolatban, hogy ez a, ez a sorozat, ez gyakorlatilag csak egy felszopása lesz a majdnem a, a filmjének. Ami, hát nem tudom, hogy kicsit azért, azért kihagyott ziccelnek gondolom, vagy egy olyan dolognak gondolom, amit azért ö, jobban is lehetne csinálni, mert most tehát először indultunk onnan hogy azok a sorozat, akkor abból lett egy igazából Rebels 5. évad, és most az a Rebels 5. évad is majd egy ö, én, Filoni Universe ö, The Movie-nak ez a, 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 előzménye a mostani állás szerint, vagy ahogy most tűnnek a dolgok. Ja kicsit úgy vagyok vele, hogy baszki, tehát miért nem lehet már valami rendeset csinálni, uh -huh. é, és itt visszacsatolnék a Gergőnek a, a véleményére is azzal kapcsolatban, hogy, hogy ilyen szamurájfilmes-szerű uh, a sorozat, ami, ami nyilván észrevehető, meg látszik, és nekem az a bajom, hogy ez, ez, ez ilyen nyomokban szamurájfilmet tartalmaz jellegű, tehát az, hogy most egy kicsit egy-két olyan beállítás van benne, meg nem tudom én, az úgy fogja a, a, fénykardját, de, de hogy közben meg az is eszembe jutott, hogy, hogy simán lehetne tényleg uh, szamburáj hogy tényleg akármi valami más, más Star Wars csinálni, mert a, a visions be azt hiszem, hogy a valamelyik ilyen animált sorozatban pont egy pár részt lettem csak belőle, pont az első rész egy ilyen full anime, fekete-fehér és tényleg gyakorlatilag egy kuraszava film, vagy egy kuraszavát megidéző ö, sztori, hogy ott, ott jön egy ilyen teljesen ö, ö, Ronin jellegű valaki fénykarddal, aminek, aminek katona dizájnja van, tehát ugye a pengé, a markolata, minden az, az egy katona, és nem egy ilyen nyugati kard és tök jó, és tökre működik, és tök jó, tök élvezetes volt azt látni, hogy nem, végre nem, nem ugyanazt látom 87, hát egyszer, hanem valami másról, ami érdekeset. De az meg már túl direkt, nem? Én nem láttam ezt csak képeket, de hogy hogy ott már tényleg annyira túl direkt ez az egész, hogy tényleg Persze, már... persze, hogy túl direkt, csak... Itt meg most megint, megint, tehát hogy ennél meg azt érzem, hogy ez meg nem elég, tehát ez meg, meg oké, okay, persze, olyan, mintha az lenne, de ez most tényleg az emlékezetből rajzolt akármi, hogy, hogy, hogy azért annyira nem merünk bevállalni, hogy most tényleg egy ö, szamurái film legyen, hanem ilyen kettő-három ilyen alap odarakunk, és akkor örüljön a, az, aki hát, örül ennek. Ez hát, egy te... kicsit ilyen alibizés, és igazából ugyanúgy ugyanaz a nyugati cucc, meg ugyanaz a történet, meg ugyanúgy Skywalker szaga, meg ízé, tehát... hát. legyen már valami új hát nem tudom, én, én, én annak tökre örülök, hogy, hogy szamuráj filmessé tették ezt az egészet, még ha tényleg nyilván nyomokba tartalmaz szamuráj filmet, de viszont az érzés meg átjön, tehát a, tényleg ezek a beállítások, maga a fénykart párbajnak a stílusa, nem, nem az, hogy itt a joda pörög a padlón, és így... És pörögnek a fénykardok, hanem... Vagy hanem... hasra esik a szegény dingerin. Igen, meg a droidokat igen. igen, Ilyenek nincsenek, hanem tényleg itt egymással szemben állnak, és akkor egy vágás. Tehát ez például tökre tetszik, vagy olyan témák, mint például maga a főgonoszok, hát, hogy, hogy hogy letért Jedik, mint ahogy a szamurájoknál is vannak ugye ezek, akik letérnek az útról, és nem az van itt, hogy mit tudom én, -e, a szitek meg a Jedik, hanem itt tényleg úgymond egy ilyen idézős vallásból jött emberek, csak két külön oldalon állnak, és ők csapnak össze. Nekem ezek tökre tetszenek, illetve a helyszín is szerintem nagyon á ázsiai. Tehát ez a piros erdő, bár igazából nem értem, hogy miért sötétbe kellett ezt mutogatni, mert egy kicsit. Szar volt a ledfa. Hát kicsi fényerőt dobnak a falra, és akkor már is jobb lett volna. De, de annak ellenére szerintem tök jól megoldották ezt a ledfalat, és itt kevésbé zavar szerintem, mert nagyon érződik, hogy itt a díszlette jobban bánnak, bán itt a meglévő díszlettel, mint például a Mandalorian-be. Tehát nem az van, hogy leraktak egy kődarabot, és akkor az a díszlet, hanem hogy így úgy érzed, hogy azért egy tér ez az egész, és ez köszönhetően annak, ahogy el van rendezve a díszlet, és a, a, a színészek ahogy mozognak előtte, de igen, én, én inkább Gergő pártján vagyok, nekem is nagyon tetszett ez a rész. Sőt, szerintem ez volt a legjobb epizód ebben a sorozatban. Meglepően szórakoztató és klasszikus Star Wars, Star Wars vibe-ja van az egésznek. Nagyon tetszett, hogy néhol ilyen friss érzésem is volt tőle, tehát hogy ilyet még én nem láttam Star Wars-be, de közben meg hozta azokat a klasszikus motivumokat. Tetszett ez az egész koncepció, hogy ez itt egy ilyen akcionáltat nézünk. Tetszett a, tényleg, ahogy meg volt komponálva ez a pár akcionált, amit láttunk ebben a, a, az epizódban. Meg hát tetszett, ahol ahova elért ez az epizód, és hogy lezárták. Tehát én úgy éreztem, hogy itt van egy történet ennek az epizódnak, és az tök jól el van mesélve. Mm, a zene az továbbra is szerintem kurva jó. Uh, Ó, igen az nagyon menő, még mindig. Úgyhogy ezzel, ezzel egyetem. Na, király. Uh, uh, Úgyhogy úgy, szerintem ez, ez, ez egy. Na, tehát magam is meglepődtem, mennyire élveztem ezt, és hogy úristen, tehát <laughs> még nem halott a Star Wars <laughs> ezek szerint. Uh, és még egy trivia, hogy a, az előzetesek, Uh, ugye kiadtak egy tízert és egy hosszú trélert, uh, eddig, tehát hogy egy, egy snit kivételével mindent láttunk már. Hát a trónt megmutatták hátulról a tarkó nézetből. Igen, az az, az az egy az egy snit, ami, amit eddig Hát nem, hát nem látunk. az az utolsó jelenet. Ja, igen, ez besét, és elvágják. <laughs> Ö, de, úgyhogy, de ugye ez szokás mostanában, azt hiszem a mandalorian is ezt alkalmazták, de ez most nem tudom, mit jelent, hogy innentől teljesen más galaxis, vagy csak nem akarják, hogy valamit spoilerezzenek, valami mással, ezt meglátjuk, de ez, ez ilyen izgalomra ad okot, hogy akkor innentől tényleg valami más lesz talán, aztán ki tudja. Ö, úgyhogy, ja, ez egy pozitív csalódás volt ez a rész. És tök jó érzés volt mm, nézni. Uh, valami vég van bennetek, vagy elkezdjük a a jelentek szétszedését? Már kezdhetjük. Kezdjük közben. el, aztán majd közben lesz még. Oké, okay, és köszi Gáspár, hogy összeírtad a, 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 az epizódot. Um, Hát ugye azzal kezdődik az epizód, hogy igen, leszálltak a aszokáik a, a ezen a bolygón, és akkor arra várnak, hogy a Hu Yang az megszerelje a hajót, és addig ugye teljesen meghalt a kommunikáció, tehát nem tudnak kapcsolatba lépni a Herával. És e, itt felvető mindenféle ilyen morális hát, kérdés e, azok a részéről, hogy szabin vajon készen áll -e erre a feladatra, hogy elpusztítsák a térképet, ha nem tudják megállítani ezeket a gonosztevőket. Mm hát itt azért már lehetett érezni, hogy mi fog történni a, a, az epizódban, vagy valamelyik következő epizódokban, de az epizód végére aztán igazából ennek a dramaturgiai kérdőjelnek pontot is tettek a végére, hogy, hogy a Szabin készen áll erre a feladatról, hogy elpusztítsa a térképet. Nem tudom, hogy ti éreztetek-e bármit itt, hogy ez egy ilyen fontos momentum, Hát ugye építették szerintem, és ez, ez megint egy jó dolog, hogy hogy tényleg nem csak úgy a semmiből rántanak elő jeleneteket, vagy fordulatokat, Aha. vagy ö, ö, olyan dolgokat, ahol egy karakter meghoz egy fontos döntést, ami nem feltétlenül ugye a, a, a morálisan jó oldalon van. Aha. Itt akkor megágyaztak neki, hogy igen, neki nyilván nagyon-nagyon fontos az ezra, hogy meglegyen, és hogy ugye az aszóka ő pedig. Ő, ő ugye egy sokkal számítóbb, hidegebb fejjel gondolkodó személy, és hogy ő, ő racionálisan próbálja meg ezt csinálni. Uh -huh. ö, aztán nyilván ő is ugye a végére erre ráfut, hogy ö, hogy nem tudja ő sem leválasztani magát érzelmileg erről, amikor ugye azt hiszi, hogy a Szabin meghalt, uh -huh. és ö, utána egy azonnal ö, elengedi magát, és pontosan ugyanazt csinálják meg ö, a Szabinnal, hogy hogy ele elragadja őket ugye a, az érzéseik, és arra fognak hallgatni, és akár hogyha ez, ez dühöt és haragot jelent, akkor azt, Szabin részéről pedig ugye megalkuvást, és, és szerintem ezt így, így jól ö, vezették fel, és ezt ügyesen csinálták kifejezetten. Meg az meg megint csak tök menő, hogy, hogy ez egy olyan morális kérdés, amiben én amúgy nem gondoltam bele, amikor elindult az epizód, hogy amúgy mi van, hogyha tényleg arra kerül le sor, hogy, hogy inkább elpusztítják, és és nem jut el senki sem a másik galaxisba, de ez azt jelenti, hogy nem is jut onnan vissza senki sem. Úgyhogy ez, 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 ez szerintem, szerintem faszabb. Ez Szerintem nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem jut vissza senki soha, mert csak, csak azt jelenti, hogy annak a valakinek, aki a másik oldalon van, onnan a másik oldalról egyedül kell megoldani ezt az egészet, és nem tudnak utána menni. Uh -huh. Uh, hát uh, igen, csak hogy itt, itt meg ugye az, az merül fel, hogyha eddig nem jöttek vissza, akkor ezután miért jönnének vissza. Hát tehát jó, de hát persze, de bár, de, hát, de érted, eddig tartott nekik ezen az oldalon kitalálni, hogy hogy kell oda jutni, tehát hogy a másik uh -huh. oldalon is lehet, hogy egyszer csak ki, fog, ki tudják majd találni, hogy hogyan. Ebben igazad van. Uh, nekem, nekem ezzel is ugyanez volt a bajom, amit már egy picit megpedzegettem, hogy, hogy tényleg egy tök jó gondolat, csak valahogy, valahogy ez a baj, hogy azért még mindig nem mer ez a sorozat uh, annyira bátor lenni, és tehát, hogy, hogy én is úgy voltam el, hogy nem lesz az, úgyse lesz az, hogy nem, nem, izé. Tehát, hogy vagy, vagy, elmennek, vagy visszajönnek. Tehát, hogy nem lesz az, hogy ez ezra ott fog megdögleni. És soha nem látjuk többet, hiszen ez a sorozat azért készült el, vagy, az, vagy az volt az egyik beindítója, hogy, a, hogy a, az Ezrával, ami a túró van. Akit ugye a, Rebels negyedik évadnak a végén ott hagytunk, valahol, és ha már van neki egy folytatás, akkor nem az lesz a folytatás, hogy hát nem találtuk meg. Sorry, ez van. Uh -huh. Hát de ott Úgy, még hogy... azért lehet csavart. Lehet, lehet, csak, mond, csak közben megértetted, hogy ez a, ez, a, ez a morális dilemma, ez kicsit inkább azt adja be, hogy hogy, hogy na, akkor el kell pusztítani, és tényleg senki nem jut el oda, és ez, tehát, hogy ez a, hogy mondjam, worst case szenárió, uh -huh. De hogy ez, ez, nyilván nem fog megtörténni. Aha. De mint, mint, gondolat, meg egyébként mint, mint tényleg ilyen morális kérdés, érdekes volt, vagy érdekes ebbe belegondolni, hogy akkor hagynák-e ott, a, ott az ezrát, aki miatt ugye ez az egész sztori beindult. Mondom, engem ez nem tudott ezért elkapni, mert közben meg tudom, Aha. hogy, hogy ez a sorozat létezik, tehát ezzel nem fogott megdögleni. Uh -huh, Vagy uh -huh. hát. Tehát, hogy nem 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 lesz az, hogy nem látjuk, hogy mi van. Uh -huh. Jó, meglátjuk. Lehet, hogy már a következő részben. Pontot tesznek ennek a mondatnak a végére. Mm, aztán ezután ugye. A gonoszokat látjuk. És nekem itt. Fura volt, mert nem az ért véget az előző epizód, hogy hogy így azt mondja a Bélen, hogy menjenek az erdőbe, és őjék meg őket, hogy valami hasonló. És akkor itt De. konkrétan megint elmondja, hogy úgy, úgy, jön a, ki az erdőből a sina az örökkel, hogy 10 kilométerre van a hajó, és akkor Bélen azt mondja, hogy akkor őjétek meg őket, vagy hozzátok ide. Hát, tehát, mi, mi, miért kell elmondani újra ezt? Nem, mert az előző epizód az úgy, úgy, úgy ért véget, hogy, hogy ó, tudjuk, hogy itt vannak ezen a bolygón, akkor majd megkeresjük és megöljük őket. Mm. És akkor most jött vissza a síha, hogy itt vannak, és akkor most, jó, akkor oda menjetek, és ott töljük meg őket. Ja, csak hát ez most... Jó, de figyelj, de tehát, hogy okay. azért itt egy kicsit, kicsit ilyen pavró színvonal az is, hogy a gonoszok, azok egész nap azon a szírten állnak. <laughs> hát, Nem semmit, azok hát. ott állnak, és néznek a távolba, néha bekapcsolják ezt a szart, vagy Igen. néha a Morgan bekapcsolja ezt a szart Valami esélyében, ott állnak, és nincs egy táboruk, nincs egy semmi, ott átcsorognak, Szóval, igen. na, tehát hogy vannak azért ilyen kis döccenések. Igen, hát jó, hát szinematik. Ja, jó, oké. Okay. Majd elolvasom a képregényt, és akkor biztos meg fogom érteni, hogy miért, miért kell szikaszírten állni. Igen. Igen. Táboroznak. Uh, igen, és itt ebben a jelben van egy ilyen tök jó mondat, ami nekem tetszett, hogy így mondja Bélen a Morgan Elsbethnek, hogy jobb lenne mielőbb indulni. Csak akkor visszakérdez ugye a hogy nem a félelem beszél veled, ugye? És akkor így, ilyen bölcsen azt mondja Bélen, hogy a tapasztalat, és ez ilyen nagyon bedesz. Résztvevő szóval még mindig kurva jó, szerintem. Igen, szerintem itt kezdett el ebben a részben működni ez a karakter. Uh -huh. én, én azt vettem észre, hogy itt azért hogy csinál dolgokat, beszél... Uh -huh. elmélkedik, tehát tudod, így, így, így szinte már karakterként viselkedett, uh -huh. úgyhogy én itt kezdtem el kedvelni igazán ezt a figurát, és nem csak a Ray Stevenson-t. Uh -huh. Igen, igen, de itt, uh, érdekesek lettek ezek a gonoszok, még ha nem is mélyek, de hogy azért tényleg itt valamit karakterizáltak. És akkor ugye, hát megtámadják a a hajót, ahol a szokáik vannak, vagyis konkrétan akkor beszéljünk a, a droid boxról. <laughs> hogy a hülyenget támadják ez meg először. Jaj. Nem, még nem tudtam eldönteni, hogy ez most, erre most szükségem volt-e, vagy soha nem akartam ilyet látni, <laughs> hogy a droidok boxolnak ilyen nagyon érdekes módon, és hogy befogják a száját a droidok, és akkor nem tud beszélni. Ja. Hát tudod, mint amikor Amerika kapitány folytogatta Ultront a, a másik <laughs> Avengers filmben. <laughs> <az egy>, <laughs> ez egy ilyen Disney betegség. <laughs> nem tudom, szerintem ez, 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 ez nagyon-nagyon durvá rajzfilm volt ez a, ez a droid boxolás, hogy hát így a, nem tudom, az animációban lehet, hogy belefért van, de ide nekem nagyon, nagyon gagyi volt. Hogy Én sokszor érzem miért, azt miért a amúgy, hogy itt így, mint Hello, Gergő, robot lettél te is. Be kéne fizetni, Gergő, a, a internet díjat. Megvárjuk. Hujeng, ennek is pont ilyen hangja van, amikor pofán vágják. Uh, Gergő, egyre rosszabb. Na akkor... Mi animáció. Öncélulok diszkó. Meg... Hop, hop, hop. Hát na. most már hallunk Jó, nem, most megszakadt. Most a Gergő el, eltávozott közülünk, úgyhogy majd mindjárt ez, visszatér. Ez, ez bent hogy jó, mert ez túlságosan gyönyörű. Mindenképp. Gyönyörű volt. Jaj. Na, Gergő? Itt vagyok. Ez az. Most jó. a a Discord, és me megszakította a gondolatmenetemet. Most már jó a ha? Most Most jó. Passza. Jó. Jó, oké. Okay. Nem tudom, hogy mit kezdtem elmondani. Ja igen, ez hogy hogy, ugye nagyon, mint animációban gondolkodna, még mindig a készítő. Tehát mm. főleg a Filon és ugye most is ugye egy animációs rendezőben dolgozott együtt. E, és ugye ennek volt az egyik ilyen, hát tünete, ami az első részben volt, az az akcióját a droidokkal, amikor az aszóka ott így átvágta alattuk a padlót, és akkor ott leesegett. <hállt> Ez fizikailag annyira nem, nem tűnik lehetségesnek, így a mi valóságunk talaján, de egy animáció van, egy rajzfilmben ez simán oké. Okay. De aha. én a szereplő sem már komikusnak hat. De igen. Nekem az ott egyébként annyira nem zavart. Nem? Ott, ott nem, mert az, az nekem pont ez a mesdje volt, hogy, hogy hogy igen, rajzfilmből jön a rendező, meg rajzfilmből jön a karakter, meg rajzfilmből jön a minden, de hogy még az a. az a éppen, de pont nem. Aha. Ö, aha ment túl, ez, ez már nekem túl ment hogy itt a droidok boxolnak, de ezt is nem tudom, lehet, hogy lehetett volna valahogy normálisan csinálni, csak kicsit, kicsit maga, de ez már, ez már sok. Maga a gondolatom, hogy nem volt rossz, hogy uh -huh. igen, egy egy droid, ez a droid, a Hüeng, az pont tud pofoszkodni, mert ő ugye ilyen Jedi képző droid talán, tehát ő vív, vívni tanította a padawanokat. Uh -huh. Úgyhogy igen. ha valaki, akkor ő neki amúgy nem baj, hogyha tud ilyet, meg hogy boldogul amúgy. <laughs> Na. Ja, jaj, Ne. M mondj csak, mondj csak. Ja, csak így a történet volt, hogy gondolkodta, hogy haladt előre az epizód, hogy mondom, ezek amúgy kicsodák, ezek benszülöttek, akik a rájuk támadnak, vagy ezek már így, ezeket már a, a, Bélenék küldték. De hogy akkor ők ilyen kettők csapatot küldtek el? Hát van a, a, vannak a mezei izék, csöves bánatok, ezek, akiket Legyőznek, meg van az elit, a sin, meg a Marok meg uh -huh. a bélen, és. Tehát nem, nem ők fognak oda menni mindenizé uh, hülyeséggel foglalkozni, hanem először mennek ezek. Hanem először a... nekik meg kell halniuk. Igen. igen. De igen. hát a, a, a Sabinra se, tehát hogy a Sabénra is először a droidokat küldték, aztán amikor azoknak nem ment, akkor. Akkor ment a sin. Uh -huh. Ez igaz. Ez, ez ilyen Star Wars logika. Ez, ez, ez szerintem nincsen baj. Nem, persze. Ja, de igen, tehát itt lekaszabolják aztán Szabinék uh, aszokáikkal. <höhem> Mondjuk itt tetszett az, hogy uh, tehát a uh, úgy jelez nekik, hogy amit eddig javított, azt így szétbassza. <hállítás> és uh, ez alapján tudják meg aszokáik, hogy baj van. Uh, aztán igen, lekaszabolják itt a, a, az ellent, és uh, Ilyen nagyon eh, ah, ilyen teamwork momentumokat látunk, hogy mm. ők eh, nagyon jók együtt, és utána kimondja a hogy, hogy együtt kell maradnotok, mert együtt vagytok Ajá. erősek. Úgyhogy fantasztikus. Hát jó volt, tehát nem, nem volt ezzel baj. Mm, és aztán utána átugrunk, ö, a, mi, van valami ö, neve ennek a hajónak, a lázadók oldalára. Fúk, ja, annak ah Ghost, nem? Nem, nem, az nem a, ghost. Ennek a, nagy, a ghost, igen, a herának, de hogy ennek a nagyhajónak mindegy. A lázadóknál járunk, és akkor herát látjuk, ahogy ahogy hát ellenszegülve a parancsnak útra kell a fiával. De, de hát, ákos, bocsánat, átugrottál egy nagyon fontos mozzalatot, pedig oda is írtam. Hát, de tudod, ezt, de, ezt el, azt igen, befutnak az erdőbe. Igen. De hogy az a sott miért kellett, hogy ketten én kurva egy <sík> be azért, de, de annyira balfaszul nézett, hogy az nem igaz, hogy el, el befelé a három műfából álló díszletbe, ez, de ez, de ez Tehát, azt nem kell megmutatni. Tehát, hogy értem, hogy ezért kimennek a, 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 tehát a hajonnál, elmondja nekik a hujánk, hogy izé maradjatok együtt, kimennek a képből, és értem, hogy elmentek az erdőbe, nem kell befutniuk. Tehát ez... Igen. Bélán nézett hogy ez nem igaz. Igen. Mert és ott azt hiszem, el vágva így a kép. Tehát azt időt, hogy felmegy a kamera, és megmutatja, hogy ott van a bázis, vagy az, vagy az ott van az a hipertérgyűrű, vagy mi az Isten, de nem, így elmegyek közben a is. Ami... nem. futnak, Ennyi, elindultak, elindultak, értem? néző, elindultak be az erdőbe, együtt futnak együtt. be. Az erdőbe együtt. futnak be, érted? Be, az erdőbe futnak ők, ketten együtt. Futnak. Jó, az egy... be. Ennek az epizódnak az a legnagyobb problémája, hogy van egy shit, együtt futnak. <laughs> akkor szerintem elég luxus Star Wars problémáink vannak. De lesz még egy pár, de... Ja, ja, de, de akkor igen, tehát Hera, meg a Jason útra kelnek együtt, és hát ugye Carson. A jó Carson az így visszatér. Miért? Mert men most, hát őt... Most mi fa, van hogy fa, fa, fan lesz... favorit. Jó, jó, mondjuk ő zavar a legkevésben. Most mi van, hogy most a, ami lett volna sorozat, az kurvára soha nem lesz? Hát, hát. szerintem ez a mi szerencsénk. A, az oké, okay, csak hogy most ez hogy áll, a, hogy áll a dolog éppen? Hát szerintem ide mentették át, tehát most így itt van a Carson ha. és Kómában van, és valahogy ide így, így behúzták szegényt. Igen, jó. tehát ab, abból jelenleg nem tudunk semmit, hogy lenne bármi, bármikor, tehát én úgy tudom, hogy nincs tervben, de majd meglátjuk, <laughs> hogy mi lesz. Ó, nem mm. sírok a párnám, párnámba, hanem készül el, de mm. Érdekel, hogy uh, mi van. Visz, viszont, amit uh, már az eleve elkezdtem mondani, engem itt nagyon érdekelne, és engem ez zavart leginkább, és tudom, hogy ez is megint ilyen nitpik meg Star Wars, de hogy Miért viszi el Hera a fiát egy, 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 egy ilyen veszélyes nem tudom, küldetésre, ami az egész galaxis fenyegeti? Hát azért, amiért a terhes pókembernő is akciózott a Spider-Verse 2-ben. Értem, tehát ezt fogadja be. Igen, ezt, ezt mind a kettő ostoba a felelőtlen dolog, de de hát lehet, hogy csak mi vagyunk ennyire ilyen szép lelkűek és felelősségteljesek. De nincs, nem nem volt valami jó, hogy ez gyerek az Jedi akar lenni, és akkor De, van és akkor körülbelül egy darab Jedi mi? <laughs> nem, Tóval csak úgy. hát és... <laughs> mennék el az aszóka után. Ja, értem. Hát, jó. <laughs> Oké. <Okay. laughs> De ez már jelzi azt, Itt hogy a jason valami biztos lesz. Már minden nem úgy, hogy hogy meghal, vagy megsérül, hanem, hogy valószínűleg a történetben fontos szerepe lesz valami kapcsán. Hát Én gondolom, az, az ilyen gyerekeknek az az egyetlen egy szerepe, hogy túlszülelétik őket. Nem hűség. Igen. Vagy, ő, vagy itt megfordítják, és ő el, túlszul valaki mást. a pszichopata gyerek. Túlszul egy titrant. <laughs> Igen. Na, az Szeren meglepő lenne. És elkezdi lekapkodni a körveit, ilyen váltságdi követelés közben, Aha. és akkor így, így izmozik Igen. mindig a Jason. Igen, mint az észen egy tányira meg egy villával eléjáll, és így elkezdi karcolgatni. <laughs> <laughs> hát és nem és... tudom me me meglátjuk hogy nekem van egy ezt... ötletem rá egyébként, hogy ő miért van itt mert uh... ugye, hogy a multiverzum izé időkapszula valamiben majd élni fog az apja vagy nem, vagy de, de én, én valahogy az apját sejtett, hogy nyilván ugye ezt már az előző epizódban pedzegettük, hogy a marok az lehet, hogy a, az apja a vakcsi, Igen? akit valahogy hívnak uh de hogy én, én, azt, én azt gondolom, hogy annak lesz valami. Tehát, hogy ennek a gyereknek szerintem a sztori szempontból, vagy sztori szempontból én nem látok más jelentőségét, mint az, hogy, hogy találkoznia kell az apjával, akivel soha nem találkozott, ha jól tudom. Hogy hát. Tehát, hogy, hogy, én ezt látom bármiféle funkciójának, mert egyébként nem tudom. Lehet, ebben Jó. igazad van amúgy, tehát, hogy az, az megtörténhet simán. Jó. Hát, ezt meglátjuk. Szerintem de biztos, hogy van funkciója lesz a gyereknek. Közben itt a Morgan Elsbeth beindítja ezt a hipertér térképizét, térkép izét, ami olyan, mint egy játékban a ilyen, nem tudom, ez a... Töltőképernyő. Azt akartam hogy van egy küldetés, és akkor így mindig egy ilyen slot így megtelik, és, így, telik az idő, meg a feszültség, hogy, ilyen nagyon lassan telnek ezek a slotok. Igen. Uh, és itt is van egy tök jó ilyen Bélem momentum, bár ez is elég ez, hogy így mondja neki a volt, hogy, 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 hogy uh, uh, higgy, higgyél Bélen, és akkor higgyek, én már régen vesztettem a hitemet. A szóval Ezek. Sablon, sablonben ezt nagy könyvének a 243 oldaláról húzták ki, de... Igen, de ebben a részben így folyamatosan neked adott, és legalább érzem, hogy tényleg így valami karakter formálódik, és hogy ő egy nagyon kiábrándult alak. én, én nem tudom. És én, ezt reagálnám, amit nem tudom, én, 10-15 perccel ezelőtt mondtatok, hogy, hogy érződik nekik valami karakter, és szerintem nem. Vagy nem tudom, tehát hogy én, jobban értékelném azt, hogyha leülnének és beszélnének magukról, vagy lenne valami olyan, ami, ami alapján konkrétan kiderül, hogy ők kik és micsodák, mert Ah. Mert az, hogy pufogtatunk ilyen uh, semmilyen egysorosokat, vagy hát ilyen nem túl ah. mély, vagy nem túl eredeti egysorosokat. Tehát inkább inkább tényleg derüljön ki normális, hogy kik ezek már ez kicsit ilyen. Hát azért Ú, ezen még. Ezzel még mindig egy fokkal közelebb vagyunk, mint hogyha csak mindig arról beszélnének, hogy na mit kéne csinálni, vagy hogy mit fogunk legközelebb csinálni. Tehát az ezt ez csinálták eddig. Most már azért végre úgy tudod úgy. Uh, ha hagyják megszólalni, és én ezt már egy pozitív fejleménynek tartom. Uh -huh. Ne legyünk tele, le, ez még lehet jobb, ebben igazad van amúgy, hogy ez lehet jobb. Uh -huh. Nekem. Való... Vagy, lehet, hogy egy kicsit ilyen személyes dolog is van benne, hogy nekem. ebben a sorozatban momentán ők a legérdekesebbek. Uh -huh. Mert. És, és egy kicsit tartok attól, hogyha itt beindul a trón dolog. Tehát, hogyha eljutunk oda, akkor ezek abban a pillanatban egy kikerülnek a a kispadra, és senkit nem fog érdekelni, hogy ezek kik meg, mik, meg mit csinálnak, mert akkor már a Tron lesz az érdekes. csak hogyha meg nem tudunk meg róluk semmit, akkor meg itt voltak, és tényleg annyi volt a karakterük, hogy narancsárga volt a fénykardjuk. Igen. De nekik narancsárga a fénykardjuk, nem piros. Ez Tehát, így van. én nagyon-nagyon intenzíven néztem az összes és nem tudtam eldönteni, hogy, hogy melyik nem, az a kettő jó, oké, okay, akkor. De ezt már a... szerintem valamilyen, vagy nem tudom, úgy rémlik, hogy valamilyen előzetes alapján ma ott az volt, meg ment a találgatás, meg nem tudom, egy Reddit fórum, hogy uh -huh. mit jelent a arancsárga? Uh -huh. de hogy nem, nem, határozottan nem piros. Jó, hm? oké, okay, akkor nem vagyok színvak, ennek örülök. Ja, ja, igen, narancsárga, és van valami válasz erre valóban, hogy miért, de hadd ne válaszoljam meg most, mert nem tudom. De hogy tényleg ez, hogy, hogy nem szitek, hanem, hanem ez így a kettő között valamilyen ilyen, azt, azt, azt szimbolizálja, vagy valami másolgó. van erre. Ö, hogy tartottunk? Igen, ö, 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 összetalálkoznak az erdőben, aszokáék sinékkel, és szembe találják magukat, és hát ugye elkezdődik az Asoka versus Marok, és a Szabin versus uh, Sin párbaj. Hát mondjuk utóbbi az annyiból áll, hogy így meglátja a Sint a, a Szabin, és elkezd így lövöldözni. <laughs> Tehát, hogy így a nagy Mandalorian harcos, és a, a, és a Jedi. Uh, és hát Jó, ugye... hát de a bocs, ők megtámadták őket a hajónál. A csöves bánatok közé az, az is ilyen jó sztárvorsos volt, hogy előjönnek a se, semmi fedezék mögül, semmi jön, sétál be a katona is lő rájuk. Igen. Se, semmi mozgás, vagy semmi nem tud elbújni, hanem így jön, és akkor eltalálják, hm? vagy nem. És na hát, meghalt. <laughs> igen. Szóval... <laughs> Jó, hát igen, Star Wars. <laughs> De egyébként ez a jelenet nekem tökre tetszett. Ez a párhuzamos harc jelenet. Bár a Szabin versus uh, Sines dolog onnantól tetszett, amikor előkapja a fénykardját, mert kicsit nekem ilyen idétlen volt, hogy így egy méterről lövöldözi folyamatosan a szegény Sinta, Szabin. De itt a kedvencem az volt, amikor uh, előki a Szabint a sinő az erővel, a fának, és lerepül róla a sisnak, hogy pont úgy, hogy így. Hát, pont, mert pont, szimbólum! Pont, pont, igen. Szimbólum! igen. igen. Miért nem történik amúgy soha, szegény Din no, hogy róla is ellepül a sisek, és így ennyi Na, volt a hallás. A Az, szegény, megint mehet fürdeni a bányába. A bányatóba. Megint <laughs> egy új évad, lenne, ne <laughs> de ne kérj ilyeneket. de, De igen. Igen? Azt akarom, hogy ez, ez ez kicsit nekem olyan volt, hogy tényleg halálgatni volt, de hogy így ötlet szintjén, vagy valahol normális sorozatban jobban megért helyzetbe, ezt is mondtam már múltkor, és szerintem ez tök érdekes lenne, hogy a szabélyi neki mandalóriai, ő akkor hogyan próbál meg Jedi lenni, tud-e Jedi lenni, nem tud-e Jedi lenni, a fegyveréhez nyúlni, vagy hogy a, a, a pisztolyához nyúlni, inkább először a, a, a fénykart helyett, ez jó, a nem jó. Itt ugye, a végén ennek a párharszak volt egy olyan pillanat, amikor jó volt, hogy ott volt a kézi kis izé rakétája. Uh -huh. Ugye ott beszivattak minket, hogy mintha próbálna erőzni, meg szerintem próbált is, az nem működött, de akkor ott a rakéta a, a csuklójában, tehát hogy, hogy ezzel szerintem tök jó dolgokat lehetne csinálni. Ü és ezt, ezt is egy kicsit sajnálom, hogy ez le van tudva kettő ilyen béna momentummal, és aztán megmegyünk tovább a, a más dolgokra. Uh -huh. Hát igen. De közben meg. Vami jó volt az egész élet, soré, meg mindig azt mondom. Kicsit nekem a Força a. Kylo Ren és Rénnek a fénykart jutott eszembe, lehet, hogy csak azért, mert erdő, meg sötét, de hogy, hogy így... Hát az te... egy erős motivum volt amúgy valóban, de, de azért az, az még mindig egy fokkal filmszerűbben nézett ki. Persze, persze, igen. Csak itt voltak tök tehát a, a, volt az a beállítás, amikor így a földön van a Mandalorian sisak, és fókuszon kívül pedig, a, ahogy a sötétben a narancssárga meg a zöld fénykard így egymástak esik. Az, az szerint nagyon sokat mondósít, illetve az, hogy tényleg kitartották, és ilyen szép dolli, és akkor láttottuk, ahogy így vívnak. Ezek, ezek szerintem tök erős beállítások voltak, és, és, tényleg itt azt éreztem, hogy igen, tehát ez, ez a Star Wars. A meg jó volt tényleg megrendező hogy általában, hm? tehát tényleg látszott, hogy itt azért egy igényesebb akciójáteket próbálnak csinálni, mint mondjuk, igen. A, mondjuk egy bukobó a fethez képest. Igen, igen. És itt még kiemelném egyébként a sintalakító Ivana Szaknót, aki szerintem nem, nem tudom ő kicsoda, de hogy ő, ő csak néz, és van egy jelenlét ennek a nőnek. Tehát, hogy így, kicsit ilyen Dárt nekem, hogy így nekem már az elég, hogy ott van a jelenetben, és van neki valamiféle karaktere, anélkül is, hogy bármit tudnék erről a, erről az emberről. Ez uh, a hogy úgy néz ki, mint egy. Vegán, aki már egy hónapja nem mondta el senkinek se, hogy ő vegán. Úr, miatta. De amúgy én, én is bírom, ugye ettől függetlenül. csak aha, tényleg aha. ilyen. Van egy ilyen pici vádja, hogy valamit ő nagyon szeretne már kikiabálni a világba, és nem tudja elmondani, nem engedik neki, vagy senkit nem érdekel. Aha, aha. Hát őnek ilyen nagyon ukrán-per orosz feje van. <laughs> De, hát nem de az, nagyon... amúgy. De ukrán. Ukrán, ha jól tudom azt nézni. É a Kievi születésű. Mm. Úgyhogy tök, őt nagyon szeretem, de akkor beszéljünk, ne kerülgessük szerintem itt a forrókását. Beszéljünk a, arról, ami nekem nagyon jól esett, hogy kicsoda marok. Ki, Na, ki ez lehet, zöld füst. <laughs> de ez ennyi volt, nem? Vagy ez zöld gőz volt benne, és Igen. ennyi. Igen. Mondjuk tehát, hogy az akkor... Ez csak valami, ami megszállta ezt a testet és ő most átvándorolt máshova? vagy? Uh, uh... <haz> A Night Sisternek a varázslata. Ja, tényleg, tényleg az nézett ki így. Mert direkt megnéztem erről hogy készen legyek itt. A rajzfilmbe is így ábrázolták, és a, na mindig elfejtem a nevét, a Jedi, a Jedi Fallen Orderbe is egy ilyen zöld füst támasztja fel a halottakat a, a, a ez a boszorkány, vagy hát nem ez a boszorkány, hanem ez a fajta boszorkány, és és itt is arra utal ez az egész, hogy akkor feltámasztott egy volt inkvizítort, aki meghalt, és, és, akkor ennyi volt, tehát egy zombival harcoltak végig, és ez nekem annyira jól esett, hogy bazd meg, igen, tehát, hogy nem kell mindig mindennek valakihez kötődnie, hanem tehát ennek van értelme. <laughs> csak ugye az emberek elkezdenek teorizálni, meg nyilván okkal, csak hogy, hogy, hogy nem kell mindig a, a, nem tudom, a segünkből előhúzni egy Star Killert, vagy, vagy egy Skywalkert, hanem akkor ez, ez Vagy senki. Palpatint. Vagy palpa az, igen. igen, hogy a legnagyobbat mondjuk. Szóval igen, tehát ez ez, 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 tök jó volt, hogy ő csak egy ilyen verőlegény, és vége. Na hát, ez csak egy probléma, hogy ez nekem nem derült ki a sorozatban. Mármint, hogy... Hát, mert, mert én annyit láttam, hogy oké, okay, szétfüstelődött és, én, én, egy dologra gondoltam, hogy ez ugye a, a klasszikus, amikor meghal a Jedi, akkor ugye ilyen izé, válik. Lásd, öreg obi a negyedik részben, meg qui hogy, hogy ez, ez ennek valami ilyen, ilyen, korruptabb, sötét oldal verziója. Hogy ilyen... <mítól> én... Ez az egy dolog jutott eszembe. Cool. Olyan. Aha, <sítól> Hát mert, mert, mert az a baj, hogy pont ez a zöld, tehát az a tipikusan a zöld szín, az nem volt ott, vagy én nem láttam, hogy ott lett volna. Mm. Volt ott egy ilyen pici kis zöld fing, egy ilyen kis lehelletnyi zöld, Aha. nem sok, de lehetett látni, és én az alapján volt egy kicsit megzavarod, vagy oké, okay, akkor ez távozott, de így most uh, Ákos felhívta a nyilvánvalóra a figyelmet, úgyhogy én most e már értem. E Jó, hát már én is. Jó, hát, de hát még mindig, de hát akkor ki volt az, akit feltámasztott? Is? Ja, persze, egyébként. Meg akkor, igen. ha már láttuk, hogy feltámasztott valakit, akkor ki tud még feltámasztani? Juh, hmm. Hát igen. De, a, úgy, <laughs> na, na, uf, na. Ajaj. De egyébként a rajszín ilyen iszonyat neonzöld ez a varázslat, úgyhogy kicsit örülök, hogy ezt így nem nem, nem hozták át, csak egy ilyen kis ö, érzékelhető zöldet hagytak a de, az animációban. de, de csak ezt mondom, hogy, hogy, hogy a, de a sorozat, tehát ebben a sorozatban is, amikor varázsol, akkor ott van az a zöld. Uh -huh. Ami Igen. egyébként szerintem, tehát hogy nem néz ki túl neonzöldnek, vagy túl ilyen animációs színűnek, de, uh -huh. de, közben meg tökre felismerhető. És én ezért mondom, hogy azért, ha az ott van, akkor, akkor az pont, pont megadott volna annyit, hogy, Értsem, hogy akkor most, vagy hát egyre közelebb legyek ahhoz, hogy tulajdonképpen mi a történt itt. Mm. Ja, hát mennyi, tatomír, varázslat, és pont. Uh, Oké, okay. ez is megtörtént. Azok uh, a odafut Bélenhez, ekközben uh, Gáspár ide írtál egy olyat, hogy glitchel a fa, én ezt nem vettem észre. Volt, volt egy, egy fa, amit a SIN uh, ketté vágott, uh -huh. ez kidőlt a, kidőlt a fa uh, jobbra, Aha. földet ért, és utána még egy pont az, amikor a, az, az, a videójátékban még a valami a fizika összeakad, és még egy ugrott egyet a fa, de teljesen, teljesen indokolatlanul. Uh -huh, uh -huh. szimuláció egy kicsit. Direkt <hé> mi visszanéztem háromszor, hogy van-e bármi értelme, hogy az ott mi történik, hogy csak vissza, és nem, nem, tehát nem úgy tűnt, mintha nem tűnt, a fa vissza pattan a földről, hanem, hanem ilyen kicserős üzenek. Ja, tényleg, látom. Ugye? <laughs> Kontaktívás volt a HDMI kábel lett falom, vagy nem <gül> <gül> Wow. Hát ez, igen, ez valószínűleg egy bug, és amit nem vettek észre. <laughs> VFX-esek. Wow. Hát jó. Ez van. Hát ugye, ha a rendes fát használnák, mint hogy a Forza akkor ez nem, nem <gül> fordulhatná. Mert ott se fákat nyisszantottak le, de úgy értem, hogy diszlet. Rendes erdőbe, igen. De nem, én én, én azt, azt, akkor nagyon láttam, hogy azért ez a, ez a díszlet, ez elég kicsit gagyi, ez az erdő amikor, amikor azt mondom, amikor először találkoztak, ami ugye megint olyan volt, hogy futtak az asszókáék, ugye az erdőbe, megint láttuk a, 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 folytatását is, majd a, a a, a marok, csak hogy ülnek, és így egész a vártak, hogy mi történt. Igen, tehát az, a, az egy fura slit volt, főleg úgy, hogy annyit látunk, hogy így hátulról mutatják a sinéket, és így a siné így, így mintha így, nem tudom, eddig feküdt volna, és így Igen. fel kell valahonnan, de úgy nem, nem láttuk, hogy ott mi történik. Ez elég, ez elég béncsó. De nem is ezt hogy aztán ott ugye van köztük egy pár és hogy kb. úgy néz ki, mintha, mintha mindkét irány, az pont ugyanaz az a díszlet lenne. Ah, ami hát nyilván az az ez az volt, is, tehát hogy van, van egy letfal, arra ki van rakva az éj, és akkor egyik irányba az egyik színész áll elé, a másik irányban a másik, másik színész áll elé, csak ez tehát elég, elég gogyi nézett ki, hogy akkor álljanak uh -huh. oldalt, vagy faszont, tudja, ez így... Ja, igen. De bolcsol. még mindig jobb, mint bármi a Mandalorian-ben, ami hát. letfaladat játszódik, én Jó, azt mondom. Igen. <laughs> uh, igen. Aztán ezek után még azt látjuk, ugye, hogy Morgan felmegy a gépet beindítani, és megbízza a Bélent, hogy mindenáron áron védje meg a térképet, mert ugye az, tehát a térképnek ott kell maradni a helyén, hogy megkapják a koordinátákat, vagy valami ilyesmi ugye a plot ebben a részben, és nem szabad elmozdítani onnan. Úgyhogy ezt kell megvédeni a Bélennek. és aztán oda a szóka, és uh, van egy ilyen, tényleg ilyen Anakin name drop, hogy így a fanok megörüljenek, hogy a vélen kimondja Anakin nevét. Uh, meg, mondjuk, eh, igen? Mondjuk ez nekem egyébként nem a name drop, de, de ugye az egész hangulat, vagy, ez a, vagy Aha. amit, amit behoztak ezzel, az tökre tetszett. Nekem is. Hogy, hogy ugye egyrészt az, amit szerintem nem nagyon vagy hát azt hiszem talán a valamennyire volt, volt erre utalás, vagy valami, hogy ugye ne, ez nem egy köztudott dolog, hogy a, hogy a Darth Vader az, az Anakin Skywalker. Aha. Uh -huh. És hogy... Ö, és hogy ugye nem, tehát hogy ezt nem mindenki tudja, az Anakin skywalker ismerte mindenki, ugye azt mondja a Bélen, ugye ez is egy érdekesség, hogy most a Bélenről kiderült, hogy ő, ő, ő ugye egyrészt ismerte az Anakin-t, Másrészt nem csak, hogy ismert az anakin hanem ő tudja, hogy az Anakin lett a Darth Vader. Uh -huh. ez, tehát, hogy ez, volt az egyik, és a másik, meg, ami nekem ez megint megerősítette, hogy, hogy bassz meg a, 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 az aszóka a Luke Skywalker, ez képest is sokkal érdekesebb történet. Meg is uh -huh. sokkal, sokkal, tehát hogy az, hogy, az, hogy a, a, Anakin Skywalker tanítványa, és aztán ő, hogy éli meg azt, hogy az Anakinből Darth Vader lett, meg, meg az, az, sokkal érdekesebb, mint az, hogy, az, hogy a Luke-nak egyszer csak benyegik, hogy amúgy ja, ő az apád. Aki hmm. faszt érdekelt. <laughs> Na, úgyhogy, úgyhogy nekem, nekem ezt, ezt hozta a, a, a name drop, ami azért ez egyébként egy kicsit, igen, cheesy volt, de hát hmm. kiderül aztán majd, hogy miért volt ez a name drop. Hmm. <laughs> igen. De ez egy jó, jó jelent volt szerintem, tök jó volt ez a dialógus, tök jó volt ez a feszültség, ahogy építkezett, nem használtuk ugye zenét, nagyon lassúak voltak a, a vágások, ez, 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 egy, ez tényleg ilyen szaburájfilmes volt, hogy itt elkezdtek beszélgetni, és így csak így nézni egymást, és várni arra, hogy kiránt előbb fénykardot. Nem tudom, Gergő, te, te, is szereted ezt a jelentet? Ó, én nagyon. Tehát, hogy úgy, úgy, úgy általában nekem hmm? ez így a magasabb kategóriás Star Wars akciójelentek közé tartozik, vagy fénykardos jelentek közé tartozik. E, tényleg ez tök ügyesen össze volt rántva, meg megint csak azt mondom, hogy, hogy a, ugye az Aszoka karaktere az, 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 számomra tök szimpatikus, hogy én érte tudok izgulni, meg a, a Bélennél is érdekel, hogy mi van úgy, hogy itt tényleg két olyan oldal össze, aki úgy számomra érdekes volt, és akkor ezzel ugye megint csak emelik a feszültségét a, a jelenetnek. Úgyhogy én, én, uh -huh. én itt na nagyon boldog Star Wars néző voltam. Uh -huh. Én is. Meg, meg tök jó volt látni itt, hogy így tényleg ilyen két fajta fénykard stílus betegszik, tehát ugye a az meg megvan ez a kicsit ilyen akrobatikusabb jelleg, és az a bélen ez meg egy ilyen kicsit ilyen nem tudom, ilyen középko középkori harcos. <laughs> Igen. Úgyhogy é, Pont ezt láttam egyébként. Na itt, itt jobban láttam, hogy, a, hogy az aszókával megpróbálnak ilyen ázsiai szamurájos ninjás uh -huh. dolgokat csinálni a bélen, az meg a klasszikus középkori európai lovag, uh -huh. aki fogja a két kézzel a kurva nagy pallosát és az a, a hadonászik. Uh -huh. uh -huh. uh, hát meg Ákos majd biztos, hogyha ha jobb a lennél a Star Wars-sal, akkor nem csak yeah. két stílust fedeztél volna fel, mert én az összes ilyen uh, a fogásváltásnál, meg a póznál így sikítottam. Mondtad, hogy melyik? Nem, hát én nem, mert én nem tudom, de biztos, hogy van, aki tudja, és biztos, hogy, hogy az internet most tele van azzal, hogy úristen, és amikor átváltott a hincsúkból a one shape ó, az a király volt. Ööö. Nem, tényleg, tehát, bocsánat, de, tehát, hogy vannak, vannak olyan dolgok, mert Star wars kapcsolatban a, a a mészindú fénykardjának a színe az, ami a minden egyes alkalommal kibassza a biztosítékot. Mert, 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 tehát, hogy tudjuk való életből, hogy a Samuel L. Jackson saját szájából hangzik el, hogy ő mondta a George Lucasnak, hogy de figyelj, én lilát akarok, mert én akarom látni magam a tömegbe, hogy ott vagyok. És akkor mondta, mondta neki a, a, a Lukász, hogy, hogy hát de a, nem, hát a Jediknek kék van, meg zöld. De én lilát akarok. Jó, akkor lila lesz. Ennyi a sztoria, hogy a mérszőnök miért és közé kellett írni a lórt, hogy mert ő használja az erőnek a sötét oldalát is, ami ugye a piros. Egyébként meg neki kék lenne, és ugye a pirosból meg a kékből lesz a lila. És hogy ő, ő uh -huh. használja az érzéseit, de nem adja Használja a sötét oldalat, de nem adja át magát ennek, ja. és erre milyen, milyen ö, 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 izé, fénykard vívási technika van, ami ezt használja, és így nem kell bazd meg. Tehát lila, kész, tök jó, egy szín, kurva jól néz ki, ennyi. Mm. És ez hát, bocsánat, ezért, bocsánat, ezért hőbörgök, az összes ilyen, ezért, hogy hogy tudom, hogy van olyan fal, aki itt izé maga alá lőtt háromszor, amikor máshogy fogta meg az szóka a fénykardjának a markolatát, mert uh -huh. öh. Hát igen, Nem. de ez, ez meg egy, tehát a, 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 a fanok, tehát, hogy így, ha van egy ilyen hatalmas univerzum, akkor nyilván elkerülhetetlen az, hogy ö, ilyen, ö, úgymond, ö, ö, rendezői döntésen kívüli történésnek is valamiféle ö, történetet eszkábálnak. Jó, És, mindegy. Ja, hát, jó, ez nem tudok én semmit kezdeni, de hát. Igen, van képregény, meg van könyv, ami megírta ezt. Oké, okay, de, de közben attól meg. Tehát, hogy engem nem, nem zavar, mármint, hogy így, ha nem nézek utána, úgyse tudok róla. Tehát, ja, ez ez tény és ez való, csak most érted? A Harry Potter köré is lehetne ilyet, hogyha innen fogod a varázspálcát, vagy onnan fogod a varázspálcát, ott is más emberek, tehát egyébként a Voldemort is. alulról fogja, ha azért fejje fölött tartja, mit tudom én, nem kell ebbe beled. Kul, kész, ő így fogja igen, a igen. Így van, így van. Hát jó, hát most de attól függetlenül ez egy tényleg egy erős jelent szerintem. Hát, a csak a zené... kinyaljogtam magam most. A zene is erős volt, minden. Nekem az nem tetszett egyébként, hogy így közben visszavágunk a Szabinékra, és akkor ugye ott van egy olyan jelent, hogy a Szabinnak a fénykardját így elveszi a sin, és akkor elesik, és akkor az erővel próbálna ellökni a sint, és és Hát ugye nem sikerült, de hogy igazából nem az erővel, hanem ő egy Mandalorian, és a csuklójában van rakéta, ez megtörténik, és akkor van végesít, hogy, hogy ö, me, nem tudom, maga tehetetlen a Sabine, és oda megy a SIN, és és ahelyett, hogy bármi csinál, a SIN annyit csinál, hogy ilyen ninja porcú elé, és eltűnik. <laughs> Tehát, hogy így, nem, nem, nem értettem pontosan, hogy miért. Ö, de jó. Ez, ez, kicsit ilyen plotármor, hogy már az első, is, részben is simán megölhette volna, de ott se, itt se. Tehát, hogy nekik még legalább kétszer össze kell csapniuk. É, szerintem itt, itt, nem se tudták ennél kreatívabban megírni tehát azt, Nyilván, hogy persze. hogy kerüljön a sin innen, a szobin nélkül következő jelenetben, mert ott meg ugye az a, a lényege a, a szokáéknál, hogy az a szóka azt hiszi, hogy a, a Szabin meghalt, mert ugye a sén egyedül bukkan fel. Uh -huh, uh -huh. De hát igen, ez érdekes volt a ninja por használ. <laughs> ja, aztán itt van egy uh, ilyen uh, fenyegető jelenet, hogy uh, Szabin ugye megjelenik a, a Bélennél és a szokánál, és el, elveszi a térképet, amit most azt kihagytam, hogy hogy a közben leveszi onnan arról a ősi pultról, és megég egy kicsit a keze, és akkor utána jön Szabin is megfenyegeti Bélent, hogy engedje el a szókát, de aztán a szókát lelökik a, a, a tengerbe, a szikla peremről, és itt van Bélennek egy ilyen Hát ilyen kicsit ilyen sötét oldal, csatlakoz a sötét oldalhoz jellegű beszéd, de itt az, azt tetszett nekem, hogy így nem, 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 nem a, tehát nem az a klasszikus sötét oldal dolog, amivel nem a sötét oldalnál bélen, hanem a Jedi féle ilyen rossz Jedi megkísértést <laughs> használja Szabinnál. És hát, hogy ugye nem nem hatalmat ajánlott neki tulajdonképpen, igen, igen. hanem egy, egy, egy személyes megnyugvásra uh -huh. kínált neki lehetőséget, ami, ami szerintem egy tök jó évrendszer, évrendszer mert ugye a Szabinnál ugye ez a fontos, hogy ő, ő ugye személyesen érintett ebben az uh -huh. egészben. Ő nem csak azért akar elmenni, mert a, a nagyobb jó érdekében, ami lehet bármi is, uh -huh. hanem kínált neki egy lehetőséget, és ő pedig nagy nehezen, de végül is ugye rájött, hogy igazából erre vágyik a legjobban, úgyhogy uh -huh. nem fog nemet mondani. Mhm. Uh -huh. uh -huh. nekem... Nekem... Igen? Mondj csak. Mondjad, mondjad. Ja, csak annyit akarok, hogy nekem ez, ez tetszett, hogy igazából tehát Ilyen esetben ugye az ember vagy ordibálna a tévével, vagy így nem értené, hogy mi történik, de hogy mivel az előző részekben tökre megértetted Szabint, még a rohadt idegesítő is, de hogy megérted a karaktert így, el tudod fogadni azt, hogy ő, hogy ő ezt így, tehát odaadja a gonoszoknak a térképet, mert, mert ott vagy a karakterrel, és tudsz azonosulni az ő érzelmi helyzetével. Én nekem, nekem ez tökre működött egyébként. Kicsit azt sajnáltam, hogy a Bélen igazi, nem tudom, mint terveiről, vagy motivációjáról, vagy bármilyen nem derült ki semmi. Tehát ott elmondja az ilyen semmilyen monológot, hogy eh, ha építeni akarsz, akkor először rombolnod kell. és, és társai, tehát hogy, hogy azért, na jó, oké. Okay. Volt, már, volt már, egyedibb és érdekesebb villan motiváció a a filmtörténelemben. Hát én am, amúgy azt gondolom, hogy ő valószínűleg egy a birodalomtól távol akar ö, valami új rendet kezdeni, valamiféle új ilyen közösséget létrehozni. Ö, de akkor miért akarja a trónt visszahozni? Hát mert a trón utána visszamegy és a galaxist. Tehát, hogy ő szerintem utána el lesz ott a kis saját. Ja hogy, helyén. ja, hogy szerinted az egy. Tehát, hogy ő igazából oda akar elmenni, ahol a trón van, de hogy nem, de ő nem a trónt akarja visszahozni, hanem ő. Szerintem csak ő, ő nem is akar visszajönni. Tehát, Aha. hogy ő, ő ott Érdekes. képzeli el. Érdekes. Tehát, Érdekes. hogy nem, nem, nem tudok jobbat elképzelni. Tehát, hogy erről beszél, hogy Érdekes. ő valamit létre akar hozni. És én nem hiszem el, hogy a trónra bármilyen szempontból is szüksége lenne rá, mert hogy ő meg ugye nem birodalmi. Ő nem, uh -huh. nem, nem, nem a birodalmat szolgálja, ő nem hisz uh -huh. ebben az egészben. Úgyhogy én, én azt gondolom, hogy ő valamit saját magának akar egy, egy, uh -huh. ö, egy független, tisztalapos helyen. Uh -huh. Jó, de azt, azt, na és azt nem tudom, mert ugye nem olvastam a most már nem kánon ö, ö, regényeket, meg nem láttam a sorozatot, hogy egyébként a trón, tehát hogy nyilván amikor, amikor a, a Rebelsben itt volt, akkor ugye nyilván a birodalomnak a, az egyik ö, magasrangú tisztje. Igen. De ugye van az a Air to the Empire, amit ugye itt ki is mondanak, ami ugye, ha jól emlékszem, akkor az a, az, a, az a regényeknek a címe, vagy az egyik regénynek, vagy a sorozatnak, vagy a nem tudom minek a címe. Hát ez egy létező motivum, ja. Ott is. Igen, csak hogy, csak hogy ez nem azt jelenti el, mert nekem azt jelenti, hogy ő, hogy a trón az, az nem ugyanazt a birodalmat akarja feltétlenül, hanem mit tudom én, mint a First Order, hogy az is gyakorlatilag egy birodalom után érzés volt, de hogy nem konkrétan a birodalmat akarja visszaállítani. Nem, 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 ő nem a, nem a Palpatinnak akar a szolgálatába állni. Na, tulajdonképpen, de. Éppen. De ezért mondom, ő, hogy. Ő egy ilyen, ez a csízbirodalom, Tehát, hogy ez a, a saját fajának akar valamiféle Aha. ilyen ö, magasabb pozíciót kivívni, vagy valami dominanciát kivívni talán. Aha. Hmm. Érdekes. Jó, de, de a, lényeg az, a lényeg az az, hogy én egyébként be, látom azt is, hogy a trón az valami, valami tehát birodalom szerűt, de újat akar és, és hogy a Bélen az ez, ez érdekli őt is. Vagy valami, nem tudom én, konszenzus, hogy se, se, birodalom, se köztársaság, vagy, mert ugye azt látjuk, nem tudom én hányadik sorozatot, hogy igazából az új köztársaság sem működik, vagy az se jól működik. Hát azt elég erőteljesen aláhúzzák szinte az összes epizódban. <laughs> igen, igen, igen. Hmm. Úgyhogy nem tudom, lehet, hogy erre, erre akarnak rám hogy akkor hogyan lehetne ezt jól csinálni, ezt az egészet, mert azt már láttuk, hogy se az új köztársaság nem jó, se a birodalom nem volt jó, se ugye igazából a régi köztársaság nem, már mint a, a előzmény trilógiás köztársaság nem volt jó, mert azért ott is ugye a Jedik mondjuk elég tehát, hogy, hogy azt ugye a saját érzelmeiket el kell nyomni, az azért nem egy igazán egészséges dolog. És akkor lehet, hogy, a, hogy ők a, tehát nem tudom, a trón az valami, államberendezkedés sért felel, vagy fog felelni, hogy felelne a, a Bélan, meg a kvázi vallási része, vagy hát ugye ez a spirituálisabb része lenne az övé, nem tudom. Csak így uh, kijöttek dolgok a számmal, amik ha huh. Biztos kiderül a sorozat végére. Remélem, mert, mert mondom, a Bélan nekem a, a momentán, aki, aki igazán érdekesebb az egészben, hogy remélem, hogy nem csak így ott hagyják majd valami útszélen. Na ja. hát ettől hát én is védek, mert jelenleg a trón valahogy engem nem tud érdekelni. Nem tudom, hogy vagytok ezzel, lehet, hogy azért van, mert nem vagyok igazi rajongó, és nem, nem iserem a lort. Hát de... még nem láttál belőle semmit, hát még mi miatt izguljál. Igen, Húgyál. igen, e azt no. Nekem az, az, a bajom csak, hogy, és lehet, hogy erről már beszéltünk, hogy egyszerűen, tehát, hogy miért nem, miért, miért nem tudták ezt kiadni? Tehát ez, az annyira érdekes számomra az a Bélen történet, hogy, hogy ő most honnan ki, micsoda, és ha most megjelenik a Throne, mit tudom, a következő részbe, akkor a, úgy érzem, hogy még, még inkább ellatlanná válik ez az egész. Pedig szerintem simán elvinné a hátán, vagy hát nem a hátán, de hogy azért simán ö, ö, cipelhetne egy súlyt ez a Bélen történet is ebben a ebben a sorozatban, hogyha, hogyha nem lenne benne a trón. Mert ö, szép, szépen azért szerintem így utalgatnak rá, hogy kicsoda-micsoda. Mm. Nem tudom, meglátjuk, e, 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 hülye vagyok, vagy e, tényleg az anakinnak voltak még padaványai e, annak idején. Ugye ezt, ezt csak álmodtam, hogy van ilyen. Mert, hát e, csak egy volt, ugye az a szóka? Ja csak jön. egy volt, tehát nem volt neki ilyen, nem tudom, nem Canonba e, <laughs> izé, e, több padaványa, mert olyan is gondoltam, hogy mi a Bélen is egy ilyen padaván volt annak idején. Én nem gondolom amúgy, hogy hogy őnek ilyen komolyabb kapcsolata lett volna uh -huh. az Anakinhoz. Én csak azt gondolom, hogy hát igen, egy rendben voltunk, de hát tudod, ilyen, mint amikor egy munkahelyen van 42 pozíció, és akkor te az egyikben vagy a másik, meg a másikba, És lehet, uh -huh. hogy köszöntök egymástak a folyosón, de ennyi. Uh -huh, uh -huh. Ja. Jó, de ettől függetlenül is, tehát bármi lehet ez még, hogy biztos, hogy van valami kapocs, vagy valamilyen összekötik a prikvelekkel, vagy az akkori korszakkal, hogy itt mi történt, és erre én tök kíváncsi vagyok. Jó, én is. De közben Hera megérkezik a kis csipet csapattal, és nem értettem azt a hadműveletet, amit ott folytattak. Itt szembe a... az útjukba. <laughs> jó, ez, ez... de megtörténik. És hát ugye betölt a loading screen, és. Hát megtörténik a nagy galaxisba átutazás. És itt nem értettem, hogy ugye szembe mennek fénysebességgel a a heráiknak és, és, mintha nem történne semmi. Tehát ugye a Last jedi ba konkrétan ez megtörténik, és így mintha a kettétörne a galaxis, és így az összes jó így kettétörik. Itt meg igazából csak így, mintha egy nagy szél megcsapta volna őket, és így félre sodródnak. Olyan volt. biztos, hát uh, hogy mellé ment. Ja, ha ja, értem, hát nyilvánvalóan. Most pillanatban a Carson még félre a botkormányt. Neki hogy... még lesz szerepe a történetben, neki a plot armor működött. Abszolút. Abszolút. Szerintem ez, ez egy olyan dolog, amit így engedjük el. Ja, jó. Elengedtem, e... csak ez így feltűnt. De nem, de, ez de, tökre, én, de én nekem is egyből a, a László Zsidá idevágó jelenete jutott eszembe, hogy hát baszki, oké, okay, hogy eléjük akartok állni, csak a László már ez megtörtént, hogy valaki elé át, aztán baszhatta. Tehát, uh -huh nem tudom, hogy, hogy, most akkor a, a, a Lázsire idevágó jelenete az most akkor nem kánon el, vagy mi van? Egyébként azt gyanítom, hogy azért az... az nem, nem, nem tudom, hogy erőbbi a idézőjelben a hivatalos álláspont, de szerintem azért az, az, a filmet inkább egy ilyen Ryan nagymérésnek van elkönyvelve. Már a, nem... a Disney részéről? Aha. Hát nem tudom, a Kennedy azért a mai napig szerintem, ha jól emlékszem, el eléggé körbe rajongja azt a filmet. Jó, de, jó, de nem, nem, tehát nem feltétlenül ilyen official Disney részről, hanem inkább ilyen lore meg, ami abba történt, az most mennyire számít, vagy mennyire van úgy. Ja, yeah, ja. Yeah szempontból hát, gondolom. Hát én úgy emlékszem, hogy, hogy ugye pont a, a Last nak a végén volt ez, hogy ugye így nagyon sok az erőérzékeny, vagy hogy bárki lehet talán erőérzékeny, vagy valami igen. ilyesmi volt, igen. és hogy talán pont az ahsoka erősítettek erre egy picitre a sabine a sztoriával. Hogy hmm. még annak ellenére is, hogy szinte semmi erőérzékenység nincs benne, attól függetlenül hogy megpróbáltak belőle Jerryt faragni. Úgyhogy ebből a szempontból szerintem nem csak egy Ryan Johnson agymenés a, a, uh -huh. az, amit ő beemel abba a filmben, hanem, hogy kánon részének tekintik. Az, hogy miért nem csapott legalább szét egy X-Winget, mert volt ott egy jó szerint, aki azért hogy meghalhatott volna, szerintem belefért volna. De senki nem, mert én, én úgy értelmeztem, hát, de ezt nem néztem vissza, hogy igen, ott, igen hogy itt elsudort nem tudom én kettőt, hármat, ott láttunk ilyen belső, és, és szerintem kettő, tehát nyilván a Carson nem halt meg, még nyilván a heráéknak nem lesz semmi baj, de szerintem ott kb. a maradék, vagy mondjuk a, nem tudom én, egy, még egy kivétel lesz, szerintem ott meghaltak azok, akik jöttek az x wingekkel Hát ketten meghaltak, é. igen. De tehát az is úgy, hogy így... A menetszél miatt. Igen, hogy felgyulladt a szárnyuk, és így... Tehát, hogy így... Az <laughs> ügyben. Igen. Hát a, az űrben van szél, mint látod. Okay. <laughs> és, és hát ugye itt ne, nem maradhat el a nagy mondat, hogy Mom, I got a bad feeling about this. <laughs> nem, azt nem csak I got a bad feeling, csak ennyi volt, nem mondta, ja, hogy bocsa, about Hát azért túl-túl-túl sok lett volna azért. Még nem, Jedi, még nem mondhatja még. ki. <laughs> még nem. Azért Igen. majdnem görcsbe rándult az epe ettől. Ah, nekem egy kicsit és sóhajtott, felsóhajtott az epekövem. De, de milyen durva, hogy, hogy a Mendelori egy jelenetenként volt egy ilyen jelenet, Igen. és hogy ebben a sorozatban úgy azért így tartózkodik, én úgy érzem, a, ugye a, a, az OG trilógiától, meg azért minden mindenfajta ilyen mindenki által ismert Star Wars easter meg fanservice-től. Most hagyjuk, hogy a rebels biztos, hogy rengeteg fanservice használ, de hát az... Tehát, de, de miért érzem, hogy az kínos ennek. Viszont egy ilyen kínos dolgot húznak egy epizódba, az így így nagyon tud fájni. Tehát, hogy az annyira kilóg ebből a sorozatból, és ebből is látszik, hogy ez, ez teljesen más úton jár, ez a sorozat, mint például a Mandalorian, a Boba Fett, vagy a zobiván. És hát, ez igen. jó érzés. Hát, azért még én kicsit titkom reménykedem benne, hogy a Max Rebo még ezért felbukkan. De... Meglátjuk. Örülök, hogy egy teljes, teljes halálos csend volt erre a reakció. Hát majd szerintem inkább az lesz, hogy amikor találkoznak, ö, a találkoznak a Trannal, hogy megkérdezik, és Max Rebúj hol van? Mondjátok. Uh, viccet hát Ez Mi, mi ez a rasszizmus? ez, nem rasszizmus, ez, rassz ez rassz összetartás. színizmus. Én a nem látok színeket, színeket. Olyan, Júló. Jó. Hát az meg szimboltságnak hívják. E, na, hogy viccet félretéve, engem egyébként, tehát hogy szerintem ezt, hogy a herályék itt megjelennek, és be akarnak állni az útba, ez nekem egy iszonyatosan nagy ilyen kapufa, öper, öngól szituáció volt, dramaturgiai szempontból. Uh -huh. Mert mert tehát, hogy nyilván az egész sorozat az, az, az eddig arról épít, arra, építkezik, hogy elmegyünk a másik galaxisba. Uh -huh. Jó, nyilván, tehát, hogy az, abból még lehet érdekes dolgokat kihozni, hogy akkor most a gonoszok mennek el, vagy a jók mennek el, vagy mindenki elmegy, vagy mi történik. Ugye ebbe az epizódba az volt, hogy, hogy bedobták azt, és ugye majdnem meg is valósult, hogy akkor senki nem megy el, mert elpusztítjuk a térképet. Ezt ugye már itt feloldották, tehát itt, mert te megnyugodtál, hogy na jó, oké, el fogunk menni abba a, abba a másik galaxisba, és már, már mindenki szerintem azon volt én is, hogy na akkor menjünk. És akkor megjelenik a hera, aki ugye elvileg az egyik protagonistán, meg az egyik nagy izé, pozitív szereplőd, és én úgy ültem, hogy menjél már innen a faszba! Tehát, hogy, hogy ne, ne tarts fel őket most már, mert most már, ha már ez mert eddig eljutottunk, most már akkor látni akarom, hogy mi van. Ne húzzuk az időt, meg ne állj előjük, baszd meg, mert most már menjünk el, mert most már az érdekel. Tessék, Gáspár a gonoszoknak szurkol. De nem, nem a, de ezért mondom, hogy ez nem a, ez nem a gonoszoknak szurkolás, ez csak ez, hogy, hogy ezen a ponton szerintem már nem, nincs olyan néző, akit ne érdekelne ez a másik ö, másik univerzum, és akkor így berakni a, a hát gyakorlatilag a, a, kb. egyetlen megmaradt pozitív szereplődet, mert ugye az asszókkal esett a vízbe, a szabint ö, elbukott, idézőjelben, is szempontból, uh -huh. és akkor maradt, maradt a hero, meg a gyerek, és akkor azok meg jönnek, és izé, feltartják a cselekményt gyakorlatilag. Azt, azt hiszem, hogy nem, nem volt egy jó ötlet, vagy nem hát. volt jó időzítve, vagy nem tudom. Nem, tehát, amit csinálnak, annak tökre van értelme, csak mondom dramaturgiai szempontból volt kurvára zavaró, hogy ne, ne gyertek! Hát, ez nem olyan, mint a, mit tudom én, a végtelen háború végén, amikor ott ö, ö, a Thanos ellen küzdenek a legvégén, és hogy így ö, valahol érzed, hogy meg fog történni az, hogy csettint, de hogy még a legvégén is azért ott ráugranak meg, próbálják feltartani, és akkor a végén megtörténik, és kb. ez a jelent is úgy volt felépítve, hogy így ugye utána meg ilyen síri csend, és akkor, a hülyeng az így, 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 Szabin, vredurne, és ilyen tök csend a, jelent alatt, az abszolút nekem ilyen végtelen háború érzés volt, és ez a jelent is olyan, ott is azt éreztedem, hogy azért akarod látni, hogy a gonosz győzzön, hogy azért... Én mondjuk, mondjuk úgy emlékszem egyébként, hogy, a, hogy az Infinity War-nál nem volt az bennem, hogy úgy is meg fog történni, tehát pont az volt bennem, hogy nem. Igen. És meglepő volt, hogy megtörtént valamennyire, igen. vagy hogy, vagy, hogy nem, a, nem ugyanabba, az, azt mondom, um. hogy az volt a meglepő, hogy nem ugyanabba a filmbe csinálták vissza, mint a igen. Star Trekben. Igen. Igen, lehet ebben igazod van, de... de... de értem, amit mondasz, hogy igen. Tehát, hogy, 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 így most úgyis megtörténik, tehát de nem, nem tudom, nem, nem, valahogy nem, nem éreztem ezt, mert, mert itt már tényleg ez érdekel, és jobban érdekel, mint az akárkinek a sorsa, mert úgyis el fogunk jutni, mert tehát, hogy itt, itt, itt egy jobban úgyis el fogunk jutni, oda érzésem van, mert itt ugye, tehát egy dolog, hogy a trónt vissza akarják hozni, de hogy nem csak a gonoszoknak a terve ez, mert ugye az Ezra is ott van, feltételezzük, tehát hogy, hogy azért is el akarok jutni oda, mert a jó oldal is el akar jutni oda, hogy az ezret eh, kidörő, hogy mi a faszom vele. Azért én még mindig tartok attól, hogy ez, ez, ez most ez az egész galaxis ugrás úgymond egy ilyen téridő ugrás lesz, és ö, nem tudom, hogy visszarepülünk a barjósárnyak idejére, vagy valahova ilyen a 66-os parancs idejére, tehát én annyira tartok ettől, hogy, hogy itt ugyanaz lesz, hogy ez ugyanolyan galaxis, csak más időben, és ö, egy kicsit ilyen más ö, nem tudom, ilyen multiverzumosan más, más felfogása, vagy más történésekkel ettől nagyon tartok mert még egyszer elmondom hogy itt már az előző adásban is, hogy nem nézem ki ebből a sorozatból, hogy itt felépítenek nulláról egy új galaxist. Tehát ebbe a sorozatban az nincs benne szerintem. Ez egyetértek. Hát most már én most már csak az, az reménykedem, hogy a következő epizódban akkor viszont már látjuk, hogy mi lesz. Tehát nem az lesz, hogy most jön ilyen nem tudom én, egy, egy, vagy két, vagy x ilyen bullshit epizód, hogy hú, nem mutatjuk meg, hanem nem tudom, helyette a szókával vagyunk, vagy helyette a Hera meg a Carson érdekes kalandjaiba keveredünk, hanem akkor most már, most már akkor menjünk, most már tényleg, ha már a Hera és, is, Hera sem tudott az útjukba állni, akkor most már menjünk el. És az mit hogyha a következő rész egészen ebben a word Between words uh, ilyen Force é, <laughs> jaj, játszott, ez, és csak aha. egy ilyen beszélgetés lenne két karakter között. <laughs> é, én egyébként attól tartok, hogy nem, nem, nem ott, tehát, vagy, tehát, vagy, az is, az, ahol az a szóka van, vagy a, vagy a, a hiperűrbe a zékkel. Ja, jó, ja, ja, csak... A Bélen, Bélen Jó, -ja, hogy egy egész rész ott játszódik, amíg utaznak. Aha. Ah. aha. Hogy ott hát akkor azt nem szokták De mondom, én, én, én nagyon félek, hogy valamilyen búsít időhúzó epizód lesz, a, hogy, hogy ne lássuk meg még a, még a, az új galaxist. Hát azt nem tartom kizártnak, hogy mondjuk az egész epizód a Word between Words-ben fog játszódni az, e, az egyik történetszáll, de nem gondolom uh -huh. azt, hogy offolni fogják a többit, hanem inkább akkor három szálon fog uh, robogni a cselekmény tovább. Uh -huh. Minden esetre az most számomra érdekes, hogy hogyan fognak eljutni a szókáék a másik galaxisba, mert ugye azt még nem mondtuk el, hogy Bélen a rész végén megsemmisítette a fénykardjával a, a térképet. Hát konkrétan ketté vágta, úgyhogy ebben bármi lehet. <gül> <gül> um, hát én mert... szinte biztos vagyok benne, hogy a, az a ebből a World Between Worlds-ből át fog kerülni a galaxisba megy a Szabinék után, és akkor ő fogja majd valahogy lehetővé tenni a heráiknak, hogy utánuk menjenek. Nem tudom, hogy működik ez a World Between Worlds, annyit tudok róla, hogy ez ilyen uh, force uh, tér, uh, ilyen téridő, uh, nem tudom, anomália, vagy nem tudom, tehát ilyen de nem tudom, mi ez. Tehát, hogy most ez, ez, ez ilyen fejbe létező dolog, vagy ez most valahol ő kilépett így a téridő kontinumból, és tényleg ebbe a World Between worlds így létezik valami. A kvantumvilág. A kvantum... Multiversum, Multiverzum, kvantumvilág, van itt minden. Hát szerintem nem csak a tudata esett be ide. Tehát, hogy, én, én úgy emlékszem, hogy ez egy, létező tér. Ez nem csak egy ilyen asztrális sík. Aha, aha. Azt ja, hát akkor az érdekes, érdekes lehet. Főleg, ugye, hogy ugye az az utolsó jelenet, hogy itt igen, felébred az a szóka, és akkor ö, meghallja valakinek a hangját, és Szájas! Szia szájas! csak ennyit mond, és hát vajon ki lehet ez, és kiderül, hogy hát a. Jó reggelt. Bings. Igen. Hey. igen, a jó reg Anakin, vagyis a fiatal Anakin, mert hát ugye, a diaging t elég rendesen. De ez uh, nem néz ki ilyen elbaszott szarul az éden Christensen, hogy, nah. hogy muszáj mindig diaging Tehát, hogy így jelent nah. meg, ha jól emlékszem, az Obivánban is csak. Igen. Igen, de ott szerintem nem nézett ki, vagy nem tudom, hogy világosabb volt, és csak azért nézett ki szarabbul. Hát nem láttad annyit beszélni. Uh -huh. És ugye mindig a a akkor üt ki, akkor jön ki mindig akkor az a amikor igen. beszél. Igen. Igen, igen. Hát a következő évben szerintem látni fogjuk elég sokat beszélni ezt a Heidi Krisztenzent, uh -huh. de, de számomra egyébként. Ez ez a jó fanszervisz, tehát ennek itt van értelme, hogy itt megjelenik az Anakin, és tök jól látni ezt a két karakter. Mármint, neked nem volt jó? Ja, hogy így nekem... A mester és a tanítványa élő szereplős, be még nem láttuk, és hogy, hogy tényleg a, a, az Asokának egy nagy tragédiája ez az egész, és nyilvánvalóan ő fog itt megjelenni neki. Mm, tehát van szerintem dramaturgiai létjogosultság ennek az egész. Hát, jobban adtam volna. <laughs> Személyesek. <Sam fğer> vagy, vagy nem, ez a... Dengferik, bocsánat. Vagy... vagy ez a jodalány. jada. Vagy Jadol. Köszönöm. Hú, nem, eh, 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 de, valamennyire van, ugye nyilván eh, tehát én nem néztem, tehát nekem így, így távolról megvan ez a, ez a Anakin kapcsolat, de nekik már volt egy pár vagyunk, nem, tehát nekik már megvolt ez a, ez a Darth Vader, tehát hogy Darth Vader ja. és Ashoka pár már volt. A rebels hogy... Igen, igen. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nekik már megvolt ez a, ez a újra találkozás, és jó, persze élőszereplős, hát nem tudom nekem, én, én inkább a fogamat szívtam a, 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 a középszarú, de aging et Heiden Christensen miatt. A, a, <hé lending> a, jó, hát lássuk meg, hogy, hogy mi lesz ebben, meg, uh -huh. meg, meg... Hát meg hogy Tehát, hogy mi lehet a cél vele? Tehát, hogy most ő a sötét oldalra akarja áthúzni, vagy ő folytatni akarja a kiképzését, vagy mi Igen, lehet ez itt a szándék? Hát én, én abból kiindulva, hogy Hayden jelent meg, tehát hogy még a idézőjelben jó, jó ö, alakjában, tehát hogy itt szerintem valamilyen nagy megbeszélés, meg összeülelkezés, meg ilyenek lesznek. Tehát, tehát te egy ilyen pozitív, felemelő dolgot képzel. nem, nem, nem hiszem, hogy itt ők nagyon egymásnak mennének, vagy nem tudom, hogy megbeszélik, hogy ez a szóka miért hagyta el a rendet, vagy nem tudom. Tehát, de az meg már az előtt történt, hogy lehet védelem, nem? Igen, nem tudja, a szoka ki, kiszállt hm. Hát uh, bármi lehet ebből. Igen. Uh, én kíváncsian várom egyébként, mert, mert tényleg most egy olyan ponton van ez a sorozat, hogy innentől bármi lehet belőle. Lehet katasztrofálisan rossz. Lefelé, igen, igen pont most... ezt akartam mondani, hogy lehet katasztrofálisan rossz is innentől, de lehet uh, ugyanilyen jó, vagy még jobb, mint eddig, és bevállalhat bátor dolgokat. Ezt meglátjuk, és ugye visszatérve még a, a, címre, hogy Fallen Jedi, Bukott Jedik, ez a hivatalos magyar címe, tehát hogy többes szám, hogy itt tényleg végül is erről szólt, hogy mindegyik Jedi elbukott, vagy ugye a főgonoszok, akik alapból Bukott Jediknek számítanak. Úgyhogy igen, tehát maga az, hogy volt a részek egy tematikája, egy történet, amit elmesélt, és erről szólt a cím is. Szerintem ez egy ügyes Ügyes epizód volt minden szempontból. És ebből vajon megbízható ebből a szempontból az IMDB, hogy a következőt ezt a Filoni rendez? Igen, 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 ezt olvastam én is, ugye a Filoni, Filoni rendezés, azt hiszem 3,5 órás lesz az epizód, vagy nem uh -huh. ilyesmi. Úgyhogy ö, valószínűleg ott lesz valami <laughs> ezek alapján, hogy ott tényleg, én arra tippelek, hogy ott tényleg feltűnik trón abban az epizódban, ha már Filoni rendezi. Mhm. Uh -huh. Én hiszek neked. <laughs> meglátjuk majd. Bárkiben bármi maradt még? Válasz a következő tényleg. Hmm. Ja. Igen, én, én még mindig egy kicsit szkeptikus vagyok, lehet, hogy tényleg a, hmm. a féle pusztulat miatt nem, nem <laughs> tudok semmi, semmi újféle Star Wars iránt így nagyon őszintén és Fentartások uh, fenntartások nélkül örülni és rajongani, mert mindig azon bennem, hogy úgyis elbasszák, vagy úgyis valami el fog szalódni. <laughs> hát remélem, hogy, hogy azért, azért, jó lesz, meg, meg tényleg most mondom, most a legnagyobb félelmem az az, hogy, az hogy, hogy négy epizód lement, nem volt még trón, nem mentünk még el a másik galaxisba, nem volt még Ezra, és nem tudunk semmit a Bélánról, az aki, hogy tudja, hogy Anakin Baldárt védelem. Uh -huh. Hát, hogy így kicsit, kicsit azt, azt attól tartok, hogy ezek közül vagy soha semmiről, vagy tehát, hogy lesz olyan, amiről esetleg nem derül ki, vagy most akkor a következő epizód, vagy epizódok azt az ilyen Lord Dump lesz, hogy most tényleg, a következő epizódban mindenki leül, és elmondja az életét. Csak hát az se jó. Igen. Meg ugye ott se felejtsük el, hogy szegény Ray Stevenson elhúnyt, tehát, hogy igen. Nem, nem tudom, hogy az ő karakterét... Ő magában mindig sorozat, ha jól tudom, ez az egész évad. Tehát pedzegetik hogy... hát a második évadot amúgy, Aha. tehát hogy elvileg így van, van rá szándék, hogyha sikeres a sorozat, akkor esetleg folytathatják. De akkor lehet, hogy úgy írták meg, hogy lezárták, de nyilván nyitva egy utat a filmnek, meg akkor valószínűleg hát mondjuk a sorozat sorozatként bármit ki lehet belőle hozni, csak lehet, hogy a Bélenék adnak keretet ennek az egésznek, hogy a végén ők egy le, vagy őróluk derül ki valami, és akkor velük fejeződik be. Vagy hát a történetük befejeződik ebben az évadban, mert tényleg az elég egy fránya helyzet mindenkinek. Hát ja, Ezt hát ez, ez, nem kizártam úgy, hogy ez lesz. Úgyhogy uh -huh. tényleg meglátjuk, hogy mik, mik fognak történni még így az elkövetkező hetekben. Szerintem jövő héten megpróbálunk azért majd időben jelentkezni az új epizódról. Meg Andrást. Ketchupolni. Andrást szórjátok meg Twitteren a hashtag andrás hashtaggel. És tényleg annyi marad, hogy megköszönjük a figyelmeteket, és akkor tényleg jelentkezünk majd hamarosan az újabb epizód kibeszélővel. Így így sziasztok! Sziasztok! sziasztok.